Ebben a mostani videóban 7 olyan módszerről lesz szó, amelyek segítségével több zöldséget, főként zöld színű zöldséget tudsz fogyasztani. Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. Nagyon sokaknak problémát jelent, hogy több zöldséget egyenek, főként azért, mert korábbi években, évtizedekben hozzászoktak egy másfajta táplálkozáshoz. Például, aki ugye gyerekkorában kevés zöldséget fogyasztott, az felnőtt korában is nehezebben tudja magát rávenni arra, hogy több zöldséget egyen. A videóban főként a nyers megoldásokról lesz szó, azaz minden inkább abban a formában fogyasszuk, ahogyan a természet megteremtette őket. Az első, amit mindenkinek ajánlok, mert én is rendszeresen fogyasztom, az a kelsaláta, amit fodros kelből, leveles kelből lehet készíteni, és hozzáadhat számos más zöldszínű zöldséget, például rukkolát, spenótot, sóskát, mángoldot. A fodros kell az egyik legmagasabb tápértékkel bíró zöldszínű zöldség, amit könnyen és egyszerűen lehet minden nap enni, én szinte minden nap fogyasztom. A legjobb anyagok, amelyeket a zöld leveles zöldségekből készült salátákhoz fel lehet használni a következők: az olívaolaj, a fokhagyma, a citromli, az almaecet és a sörélesztő pehely. A fodroskelt vág fel apró darabokra, önts rá olívaolajat, majd masszírozd át a kezeddel pár percig, és csak ezután add hozzá a többi összetevőt. Ha nem vagy még hozzászokva a sok zöldség fogyasztásához, akkor a legjobb módszer, ha fokozatosan emeled a napi elfogyasztott adagot. Tehát az első 1-2 hétben csak kisebb adagok, salátákokat készíts a hús ételek mellé, majd hétről hétre növeld a saláta adagodat, míg nem a saláta lesz a fő ételed. A második a zöld turmixok, amit én is gyakran készítek, zöld színű zöldségeket számtalan módon lehet kombinálni, tehát készítheted egyféléből vagy több fajtából keverve. Számos receptet találsz a keresőben ezzel kapcsolatban. A zöld színű zöldségeket a legjobb a bogyós gyümölcsökkel kombinálni, például áfonyával, málnával, szederrel, ribizlivel. A legjobb folyadékok pedig, amiket ugye hozzáadhatunk, azok a zöld turmixokhoz, tehát amelyekkel fel lehet higítani őket, azok a desztillált víz, a kókusztáj, mandula ital, a bogyós gyümölcsökből készült gyümölcslevek, stevia por és a valódi méz, lehetőleg nyers méz. A harmadik módszer, hogy több zöldséget vigyél be, ha önmagukban eszed őket. Nagyon sok zöldséget könnyen, egyszerűen lehet fogyasztani, önmagában finom az ízük, nem intenzív, gyorsan hozzájuk lehet szokni. Megsózhatod és elrácsálhatod őket önmagukban, például délelőttönként, délutánonként. Szóval sokkal a jobb választás jelentenek, mint a sokszorosan feldolgozott magas szénhidrát tartalmú bolti ételek. A legjobb zöldségek arra, hogy önmagukban együk őket, a karalábé, a répa, a káposzta, például lereszelve, vagy a káposzta torzsa, azaz a káposztának ugye a belseje, az avokádó, amit kiváló tápanyag tartalma miatt simán sorolhatunk a zöldségek közé, és illetve ott van még az uborka is. A negyedik lehetőség, ha hozzáadod a hagyományos egyéb ételekhez, amelyeket kedvelsz, például egy rántottához nem csak a hagymát lehet hozzáadni, de felapított zöldszínű leveles zöldségeket is beleszórhatsz ugye például a végén. Rukkolát, petrezselymet, spenótot, sóskát, tetszés szerint. Süteményekhez és szendvicsekhez is ugye teheted őket. Az ötödik lehetőség, amivel több zöldséget tudsz bevinni, az a sajtokkal való kombinálásuk. A zöldségekre olvasztott sajt jelentősen javítani tud az ízükön, ha egyébként ugye nem szereted a zöldségeknek az ízét, és inkább, és ezt egyébként igazán keményebb, rostosabb zöldségekkel lehet alkalmazni, brokkolival, vagy kelbimbóval például, kicsit felmelegíted őket, megpárolod őket kevés olajon, majd olvasztasz rájuk sajtot. A hatodik módszer arra, hogy a több zöldséget vigyél be, hogyha italpor formában fogyasztod őket. Szállításos eljárás alapvetően bármilyen zöldségből tudnak porváltozatot készíteni, amit vízzel elkeverve, vagy más turmixokhoz hozzáadva a téli időszakban is lehet ugye fogyasztani. Természetesen ez ugye nem ugyanaz a zöldség, amit eredeti természetes formájában ennél meg, de ha adott napon ugye nem tudsz elegendő zöldséget bevinni, akkor a zöldségporok fogyasztása ami mindig jobb választás, mintha egyáltalán nem fogyasztanád őket. Itt említeném meg a mikroalgákat is, a spirulinát és a klorellát, melyek ugyancsak segítenek abban, hogy ugye pótold a zöldségeket.
A hetedik és egyben utolsó módszer arra, hogy több zöldséget egyél, ha az a párolás vagy grillezés. Bár a hő hatása, hogy a sok fontos mikrotápanyag, enzim és vitamin szintje csökken a növényben, még mindig jobb, ha így eszed, mint ha ugye egyáltalán nem ennéd őket. Otthoni elektromos grillel a téli időszakban is lehet grillezni a zöldségeket. A grillezés az a legjobb zöldségek, a cukkini, padlizsán, kaliforniai paprika és a répa. És a végén egy plusz tipp, szerez be egy elektromos zöldségaprítót szeletelőt, mely ugye nagyban meg tudja könnyíteni a keményebb, rostosabb zöldségek előkészítését. Még egyszer összefoglalva a 7 legjobb módszert arra, hogy több zöldséget fogyasszunk, a salátaként fogyasztani őket, főként a zöld leveles zöldségeket, zöld turmixot készíteni belőlük bogyós gyümölcsökkel, gyümölcslevekkel kombinálva, önmagukban elrágcsálni őket, hozzáadni őket a hagyományos ételekhez, sajtokkal kombinálni őket, főként ugye a keményebbeket, a rostosabbakat, italporformában inni őket, és a hetedik grillezni vagy párolni őket. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdésedet pedig küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Itt Ujjai Szabolcs Zoárd, a videóban a több zöldség fogyasztásáról volt szó. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!